Laca az egy olyan kb. 10 éve készítette ezeket, több is talán már mint 10 év, 11-12 éve, és tulajdonképpen az volt a célja ezekkel a kis figurákkal, hogy tulajdonképpen ilyen forgatható figurák, amiknek a fejükön is, meg a lábuk fejük tetején és a lábuk alatt is van, megmaradt a fának egy ilyen klocnia, és ezért gyakorlatilag így talpáról a fejére forgatható szobrok lettek, amiket így csak ezeket a fa plintosz, vagy éppen kalapszerű részeket festett meg. Tehát maga a figurák azok festetlenek maradtak. És csak ez a figura olyan, hogy feje lett fele? Hát ebben az esetben, mivel ezt most mi állítottuk ki a Laca nélkül, nem volt itt a rendezésnél, ezért egyet, amit tulajdonképpen a legkönnyebb volt fejjel lefelé fordítani, mert egy kicsit úgy tartja a kezét, mintha tartaná azt a súlyt, vagy hogyha ebbe az állapotában van, akkor olyan, mintha fejen állna, vagy kézen állna. Ezért tulajdonképpen az volt a legegyszerűbb megfordítani, és hogy egyetlen ezt a játékot mutassuk, ezért lett egy megfordítva. De hogyha a Laca itt lett volna, lehet, hogy valamelyik másikat fordítja meg, vagy máshogy állítja ki.